Kérem szépen a színpadra Pap Istvánné Nagyanna Máriát. Köszönjük szépen a munkádat. Meresleg a lányom. András Nóri. Ő meg a feleség. De nem engedtem, hogy közbeszéljön egyik a másiknál. Köszönjük szépen. Szilágyi Pétert, Petit, aki új feltevezetje a zsíri tagságának, ugye másodszor kértem fel őt, és szívesen jött. Köszönöm szépen, Péter. Nagyon jókat mondott. Jókat mondott, akkor jövőre is megtartjuk. És kérem a zsűri elnökét, Andrássy Ferenc urat. Köszönjük szépen a munkátokat. Gratulálom szívből mindenkinek. Úgy gondolom, hogy megérdemelnék az együttesek, hogy a vezetőjük jöjjön fel a színpadra, hogy legyen egy ilyen közös fotónk is. Jó? Legyetek kedvesek csoportvezetők feljönni a színpadra. Köszönöm szépen. Kicsit fiatalosabban néz már. Ott van a lépcső, akinek segítség kell. Jó. Gyertek, drágáim! Nem baj, hogy átöltöztetek már, mégsem úgy, mint Kató néni. Akkor mivel ősz van, javaslom, hogy ősszel érik babám a fekete szőlőt. Megfelel? Igen. Akkor egy ad. Ősszel érik babám a fekete szőlőt. Esetleg egy év múlva találkozunk. Szervusztok, viszontlátásra, vigyázzatok magatokra! Ilyen további